Na ezt nézzétek, itt vagyunk a hengermalom mögött, és egy iparvágánynak a maradványa, itt a régi iparvágány kapu is megvan még a gazba, valahol. Meg ott arra felé van még egy, és ezek a vágányok mentek a hengermalomba. Ott még a busz mögött is folytatódik, ez az egy, ami még megvan. De ezeket majd dokumentálom is mindjárt. És még egy-két nyom van még itt az a... itt van még egy, ez a régi térvilágító. És ott van mögöttünk a hengermalomba, és hát most már előttünk, és oda... Ugye hát az a két vágány, az látszik, hogy ez mind a hengermalomba ment. A hengermalomba négy vágány is bevezetett a... Még a régi műhold képeken is közben, amit láttam is. És itt még van egy pár ilyen mávos oszlop. És ennyi mondat, az egyik nagyobb rendező az itt lehetett. És szerintem ez akkor lehetett egy ilyen rakodó vágány. Tehát ez volt itt a rakodó, ez itt mind. És ez pedig a hengermalom. Egy csonka vágány volt, ahova a rakodóhoz ment. A másik kettő meg be a hengermalomba. Illetve az kiágazott onnan, és itt is valami rakodóba ment. Vagy valahol itt volt egy ilyen tároló. A fővágányok azok arra mentek ott mögötte. Valószínűleg itt mondom, itt rakodó lehetett, és ez volt a csonka vágánya. Még a kerítés ide, és a kb. Fél útig. Tehát itt több mint valószínű, hogy eddig szedték föl. Amikor ezt a kerítés ide építették. Tehát mondom, tehát ez így nekem ez nagyon gyanús így nekünk, szerintem, hogy itt egy fordítókorong lehetett. Már csak a vágányok helyzetéből ítélve is, mert ott jön egy, ott van még egy vágány, meg onnan is jön egy vágány. Sőt, szerintem ide is vezetett egybe. És ez lehet, hogy még valami azért. Hát még fűtőháznak kicsi, de mondjuk egy mozdony. Hát egy ilyen kisebb mozdony színnek még éppen elmegy. Valami egy kisebb mozdony talán még befér, és szerintem még ott is ment be. Itt a malom fele is ment több. Tehát szerintem ez még régen is az a malom területe volt, és ugye a hengermalom az ott van mögöttünk. Mondom, hogy még arra is vezeted egy vágány, és ott még az oldalrakodók is megvannak. Tehát itt még szerintem még az tovább is megy, még a másik épület fele is, mert itt annak is oldalrakodója van. Tehát szinte biztos vagyok, hogy itt volt egy fordítókorong. Főleg, hogy itt a Dunaparton volt egy ilyen kisebb rendezőpályaudvar korábban. És egy részét csak 2003 után kezdték el felszedni, mikor itt ezt a területet elkezdték itt kialakítani, meg főleg a Kopaszigátat, akkor volt útba. De hát meglátjuk. Mondom, hogy ezt műholdképpen meg kell nézni. És mondom, hogy szerintem az egyik vágány az itt mehetett tovább valahol a bicikliút helyén mellett, vagy valahol. És volt egy elágazása, amelyik itt a Kondorosi úton haladt tovább, szerintem, ami valahol arra felejtett egy váltó, ahol kiágazott az egyik. És az valami akkori területre mehetett, ami már biztos nincs meg, mert Kondorosi úton a helyén a térkép szerint is. Hát itt talán, ha megyünk tovább, akkor még egy-két ágyazat követve találunk, vagy valamit, de szerintem ezt már korábban felszedték. Szerintem még az Andor utcai vágányon végig ment a forgalom, amikor ezt felszedték. Ezt nézzétek, a Dunapart, és ott egy iparvágánykapu, és még sinek is vannak. Hát innen a töltés tetején teljesen jól látszik. És akkor valószínűleg itt jöhetett ez az iparvágány, amit itt kergettünk egészen, tehát itt valószínűleg a töltés alatt, itt alján ment. Így, tehát a gáton belül. És itt volt valami, hát ez, itt milyen gyártelep volt régebben, azt nem tudom, de még ott beljebb is láttunk egy pár méternyi sint, amit mi meghagytak a telepen belül. Aztán még ez ment tovább egészen, ott lesz egy kis öböl, ameddig ez a bicikli út elmegy, és akkor egészen addig tartott a térkép szerint, úgyhogy még megyünk, aztán hátra találunk még valamit. Már ez is meglepő, hogy itt még van. Hát egy pár méternyi sínszál. Meg ott az iparvágány kapu, az teljesen jó. Tehát az látszik, hogy ez az volt. És valószínűleg egyébként még ott a rendőrautók fele is megy. Csak azt már nem látjuk. Addig az épületig biztos, hogy elment a vágány, mert az valami üzemcsarnok lehetett. És addig biztos, hogy elment. De mindegy, hát majd megyünk tovább, aztán hátra talál még valamit. Közben sikeresen megtaláltuk itt az régi iparvágánynak a végét, de több maradványt nem találtunk. Itt volt itt előttünk ez a volt házjár, és ide vezetett még be, és ott nagyjából a kerítésnél ért véget. Addig is van a térképen berajzolva. De erre már nem fogunk semmit találni. Úgyhogy ez... És itt vége, hát itt már csak itt az öbölnél kifele tudunk menni.
Téged ez már valahol a Savoya Park környék. Túl oldalt az meg már a Csepeli erőmű, meg ott van a Szabad kikötő is valahol. Úgyhogy ennyi ez a Duna part. Itt a vágány az nagyjából eddig tartott. De innen már semmilyen maradványa nincsen. Valószínűleg ezt már akkoriban felszették, mikor még a már 90-es években még vígan ment a forgalom a másikon az Andor utcain. Akkor közben megérkeztünk Városháztérre, és akkor a mai felfedezés is megvolt, és szerintem ez nagyjából ennyi volt. Igen. Amit szólsz hozzá? Igen, volt. Jó volt, nagyon. És az az információ, az megint jó volt, hogy ott még vágány, még fordítókolonkot is találtunk. Én az nem volt, és azt sem vettem volna észre, ha nem mondod. Megint jó tippeket adtál így már másodjára. És már a második lépben legalább benne leszel. Ja. Mert ez már a második nap, amikor az Andor utcai vágányokról forgatod. De szerintem ez most az utolsó lesz maximum. Megköszönő szövegekért, meg vágóképekért jövök vissza. Nagyjából azt hiszem, hogy sikerül keresztül kasul meg mindenfele bejárni az Andor utcai parvágányokat. Ja. Úgyhogy akkor sziasztok. De meg most ráadásul rollerre eljöttünk, és akkor így azért többet be tudtunk nyomni egy nap. Nem tudom, mennyire látszik. Az egyémben egy alkatrész nem is töltődjön majd. Hazáig még elmegyek vele valahogy, aztán meg ott van, majd szervizelem. Ja. Úgyhogy akkor az ennyi lett volna. Sziasztok! Sziasztok! Na, már borul a roller is. Sziasztok! Sziasztok!